kezedbe lettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Köppencei Csanád, Petőfi Sándor Tiszteljétek a közkatonákat című költeményét, és Vörös Sándor Kutya című művét adta elő a bátaszéki versmondó versenyen, aminek a témája az idén a természet és az ember kapcsolata volt. Kutya című verset azért hoztam, mert a természet ennek a versenynek a témája, és arra gondoltam, hogy ezt a verset már korábban is mondtam, és ez passzolna ide. A Petőfi Sándor verset pedig nagyon szeretem. Azt is már mondtam korábban, és azt hiszem, hogy nagyon passzol hozzám, és gondoltam, hogy akkor azt is elhoznám. A Bonyhádi gimnazista választása és előadásmódja úgy tűnik nyerőpáros volt. Köppencei Csanád nyerte meg a versenyt, és a közönség díját, az úgynevezett Balogh Viktor emlékdíjat is ő zsebelhette be. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, a versmondó megítélésénél legalább olyan fontos a szép artikuláció, vagy éppen azt, hogy a kiválasztott irodalmilag értékes mű illeszkedjen a versenyző értelmi, érzelmi fejlettségéhez, mint az, hogy ne hagyjon szünetet a versorok között. Mindig elmondom, hogy nem sorokat közlünk, hanem gondolatokat. Sokan abban hibába esnek, hogy megtorpannak a sorok végén. Erre is föl kell hívni a figyelmet, de alapvető hangsúlyozási problémák is előfordulhatnak. Tudva lévő az is, hogy a magyar nyelvben a jelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Egy kezdőversmondónál például előfordul, hogy erre is föl kell hívni a figyelmet. A 32. alkalommal megrendezett Gízanapi megyei versmondó versenyen idén 12-en vettek részt. Köppencei Csanád mellett díjazták Csizmazia Dóra és Katona Anna az első Béla gimnázium tanulóinak előadását. A zsűri 3 külön díjat osztott ki, melyet Nagy Zsófia, a Szekszádi SC vendéglátó szakképző iskolájának növendéke, valamint 2 gézás tanuló érdemelt ki, méghozzá Szabó Noémi és Szabó Bálint.